Újabb részleteket közölt a Metropol a Magyar Péterhez köthető 8 milliárdos pilóta játékról A lap szerint több mint 700 telefonbeszélgetés zajlott le Magyar Péter mostani jobbkezel Sájár Mária és a piramisjáték elsőrendű vádlottja között. A lap írta meg tegnap, hogy Sájár Mária négy évet ült fegyházban, mert egy piramis játékot működtető banda tagjaként 1200 embert károsított meg. A Metropol hozzáteszi, bár az ügyel kapcsolatban több kérdést is küldött Magyar Péternek a Telex és a 24.hu, a portálok egyelőre nem közöltek választ. A Magyar Nemzet közben arról írt, hogy egy befolyásos politikus nevét is felhasználták a csalás sorozathoz. Több alkalommal is megpróbáltak külföldre szökni a 8 milliárdos piramis játékkal lebukó bűnbanda tagjai, ezt írta a Metropola bírósági ítélet, illetve a vádirat alapján. A lap szerint terveik között az is szerepelt, hogy Brüsszelben rejtőznek el. Egyes utalások szerint jelentős kapcsolataik lehettek a belga fővárosban. Ráadásul miután megtörténtek az első letartóztatások, Sájer Mária hónapokon át tovább folytatta az áldozatok becsapását és kisemmizését. Ezt a gátlástalanságot pedig a bíróság súlyosbító tényezőként vette figyelembe a négy éves fegyházbüntetés kiszabásakor. A Metropol hétfőn írta meg, hogy Sájer Mária, a Magyar Péter egyik legközelebbi munkatársa, egy piramisjátékot üzemeltető banda tagjaként éveken át csalt, lopott és hamisított, nyugdíjasok százait is gátlás nélkül meglopva. A Metropol több képet is közölt, amelyen Sájer Mária Magyar Péter mellett látható. A nő Magyar Péter élettársának, fógelevelinnek az édesanyja, vagyis a Metropol szerint a legszűkebb stábba tartozik. A lap most részletezi a banda módszereit, ez szerint egy osztrák bank logóját és nevét használták. Az elsőrendű vádlott irodája pedig a bankcenterben volt. Ezzel győzték meg az áldozatokat, hogy a pénzüket profik kezelik. Még honlapot is üzemeltettek, amire Sájer Mária kamufotókat töltött fel magáról, illetve arról, hogy a bűnbanda vezetői külföldön tárgyalnak és üzletet kötnek. Sájer a rendőrségi kihallgatásán azzal mentegette magát, hogy hiányos a pénzügyi tudása, azt állította, idézzük, nem is tudom pontosan, hogy mi a kölcsön és a befektetés közötti különbség. A bírósági ítélet kimondta, hogy egy káros vetítve ő okozta a legnagyobb kárt, miután 108 millió forintot csalt ki egyetlen embertől. Magyar Péter hétfőn a közösségi oldalán tagadta, hogy Fóge Levelin édesanyja bármilyen tisztséget töltene be pártjában, de azt nem cáfolta, hogy Sájer Mária négy évet töltött fegyházban. További részleteket a bal liberális portáloknak sem árul el. A Metropola cikkben idézi a Telexet és a 24 pontút. Egyebek mellett azt kérdezték Magyar Pétertől, hogy Sájer Mária milyen kapcsolatban van velük, és a cikk megjelenése előtt tudtak-e arról, hogy a nőt gazdasági bűncselekményért jogerősen elítélték. A portálokon egyelőre nem jelent meg válasz. A Metropol szerint egyébként Sájer Mária korábbi főnökét, a csalóbanda vezetőjét 11 év szabadságvesztésre ítélték, ő jelenleg is fegyházbüntetését tölti. Egy ismert politikus nevével is visszaéltek Magyar Péter gazdasági vezetőjének bűntársai, ezt már a magyar nemzet írta a 8 milliárdos piramis játékról. A lap feltárta, hogy a bűnszervezet vezetői jó közéleti kapcsolataikra hivatkoztak, hogy minél több embert tudjanak kisemmizni. Ezért említették meg egy ismert, befolyásos politikus nevét is, akivel azonban semmilyen kapcsolatban nem álltak. A politikus ráadásul jelezte is a hatóságoknak, hogy visszaéltek a nevével, ezután lett még intenzívebb az ügyben indult nyomozás.